Kozma indít, Herceg nagyon gyors, ezt tudtuk róla. Elrúgta Matus mellett, de visszaértek a pécsiek. Erőteljesen kezd az Újpest. Földvári. Szabó elől elpiszkálják. Urbán. Kozma. Nincs le, Sorescsuk. Nem tudja átvenni, de be tudja rúgni. Nem tudja berúgni. El tudta rúgni Orescsuk a kifutó Matus mellett, és a kapu mellett is egyúttal. Urbán. Nagyszerű labda, korsós egyből. Kimarad. Orescsuk elengedi, jól tette. Urbán kényszerítőzni próbál, eljut hozzá a labda, aztán viszont ott hagyja ő is, és korsós is. Márton indulhat meg. Szabó mutatja, hogy hova kéri a labdát. Király kapja azonban, és Király rendkívül gyors játékos. Jó a lövés, vezet a Pécs! 17. perc, 1-0 a vendégek javára. Tulajdonképpen a pirosmezesek első akciójából gól született. És abból indult ki az egész, hogy Korsós és Urbán nem értették meg egymást, a kontra pedig kitűnő volt. 44. perc, újpesti szabadrúgás, Urbán. Óriási felső léc, Orescsuk, és Herceg elől fejeli ki Márton. Urbán lövése veszélyesen csapódott lefelé, ám Matus helyett a felső léc hárítani tudott. Még mindig vezet a Pécs. Urbán veszi le a labdát, kicsit hosszan, de aztán jól továbbít, Medgyesi. Medgyesi még. Nagy szóló most már. Utolérik, de ott van még. És ott az egyenlítő gól is. Korsós Attila. 2,5 perc telt el a második félidőből. És az Újpest alig, ha nem megköszönheti ezt a gólt Medgyesi Lászlónak, aki bátran elindult, nem tudták feltartóztatni. És tulajdonképpen ennek eredménye az egyenlítés. 1-1. Korsós, remek kiugratás, Kunzó. Elakad Matusban. Földvári. Király, ő nincs lesen. És... szabadrúgás kifelé végül. Király majdnem megszerezte második gólját, és Bíró Szabolcsnak bizony bravúra volt szüksége. Ugyanúgy, mint az imént Matusnak a túloldalon. 64. perc. Ez legalább 30 méterre van a vendégek kapujától. Korsós mégis rárúgja, nem is volt rossz. 76. perc. Korsós. Megcsúsztatják, és a kapufáról megy mellé. Medgyesi. Medgyesi egyre gyakrabban jött előre a második félidőben, és majdnem gólt fejelt. Korsós kapott egyet Szabótól, Orescsuk gól helyzetben, kimarad. Granov emel, Urbáról pattan vissza, Matus kiejti. Nem adott szabadrúgás Szabó játékvezető. Korsós fogja a fejét, foghatja. Továbbra is egy-egy az állás. Üres volt a kapu. Granov fordul. Eléri. És be is adhatja. Gólhelyzet. Matus! Tamási jött előre, és bombázott egyből kapura. Matus védett nagyot. Nagyon defenzív Pécs ellen 14 helyzetet alakítottunk, ebből egyet tudtunk berúgni. Hát legközelebb biztos több sikerül, van ilyen a fociban, nem látok semmiféle olyan problémát, ami hajtottak, küzdöttek a játékosok. Utolsó percig a szívüket, lelküket kihajtották, a közönség is ezt úgy érzem elfogadta. Nem lehet mindig nyerni, nagyon szerettünk volna, de mai napon ez nem sikerül. A mérkőzés összképe alapján, főleg az első félidő ominózus jelenetei alapján úgy érzem, hogy rászolgáltunk erre. Az egy pontra, sőt azt is megkockáztatnám, hogyha a jogos ember előnyt megkapjuk, akkor talán a győzelmet is ki tudtuk volna vívni.
Természetesen hozzáteszem, hogy az Újpestnek rengeteg helyzete volt, nagyon sok gólhelyzetet tudta kidolgozni, de a futball ezért nagyszerű, hiszen egy kis csapat idegenbe bravúr tud végrehajtani.